Sziasztok! Ma folytatom a Total War Attila kívásos végigjátszásomat a hunokkal, és itt maradt abba, ugyebár, hogy a szaszonidák megtámadtak, hát ugyebár két sereg, plusz a városőrség, de valójában ez a város már ki volt fosztva egyszer, szóval a városőrség ugyebár ilyen 40 létszámból áll mindössze, minden egyes egység. Hát a támadó sereg az jó sok lovasból áll, a szaszonidák azok nagyon sok lovast képeznek általában. Nem úgy, mint például a vazallus népei, ugyebár a szaszanidák elég nagy vazallus nép, vagy sok vazallus néppel rendelkeznek, azok pedig általában mindössze lándzsásokat képeznek, csak ezeket az örmény lándzsásokat, de már a szaszanidák azok képeznek már viszonylag egész jó csapatokat. Ugyebár ebben a seregben van lándzsás, lovas, elefánt, számszeríjász lovas, mint egy normális felépítésű sereg általában. Oh. A reinforcements enter the fray! Ajaj, hoppa, ott is jönnek. Az egyik erősítés pont ott jön, a másik meg ott. Oké, valahogy úgy kéne, hogy ne kapják el a lovasaimat. A számszeríjász lovasok azok jók amúgy. Nem már a hadvezérem kell neki. Fenébe. Wow. Kicsit elkapták a lovasíjászokat. Bár nem nincs gond. Nem vészes. Ja, a szaszanidáknak sokkal, de sokkal jobb felépítésű csapataik vannak. Mint más... Oh, fuck. Menekülj. Muszáj volt elküldjem a hadvezéremet, mert meghalt volna. Ha nem küldöm el. Ja, a szaszanidáknak tényleg jó egységeik vannak. Jobb a sereg felépítése, mint más népeknek. És ugye már, hogy elment a hadvezér, a morál nem hiszem, hogy leessen. Ugyebár General Alive, annak ellenére ugyebár, hogy elmenekült úgymond. Kurdíjászok. Hát... jó van. Oké. Okay. Jó lenne elintézni a hadvezérét. Amúgy furcsa, hogy csak úgy idejött a fő hadvezére. Ja, és enemy general dead. Their general is dead. A lethal blow. Jó, mert főhadvezére meghalt, de hogy elnézem, az ilyen elitebb egységeknek nem esik csak úgy a morálja. Annak ellenére ugyebár, hogy a hadvezérük halott.
Elite Chavran kaparja, azok ugyebár ilyen számszerű jászlovasok. De mondjuk az erős, mert ugyebár a számszerű jászlovasnak a minden igaz bónusza van páncél ellen. Igaz, hogy valójában az a bónusz jelenleg nem sokat ér, mert hát a lovas íjászaim azok nem páncélosok, szóval nem számít. Hát igen, elég gyorsan elhullanak. Valójában a lovasságot kell elintézni, utána már a gyalogságot sokkal könnyebb lesz. Wow. Hé, ne állj meg! Bár jó sok lovasuk van, de a lovas íjászok ellen nem sok esélye van a lovasságnak. Főleg nem a katafraktoknak, bár elég gyorsak. De akkor se tudják utolérni a lovas íjászokat. Wow! Oké, okay, ezeket itt elintézték. Az szép. Jó amúgy a számszerű jászlovas, igaz, hogy sok idő kell neki, még lő, meg ilyesmit, de valójában egy vagy két lövést leadnak, az nagyon nagy veszteséget tud okozni. Vezéremet küldeném a izé ellen, a zonágerek ellen. Jó, át kell váltani a heavy shotra, mivel a lovasságnak a bal szárnyunkon már vége. Valójában már nagyjából végük. Oké, okay, lovasságok már ugyebár... Hát még van egy. Pont a hadvezére, ám bár az már nem lényeg. Mondjuk most a heavy shot az armor piercing és bónusz gyalogság ellen. Ugyebár lovasság ellen nincs bónusz, de a páncél ellen igen, ami egész jó. Mik ezek? Elite Dail Mate Infantry. Á, hadvezérének annyi. Nem biztos, hogy meghalt a hadvezére amúgy. Ott elmenekült pont egy lovas. Van esély rá, hogy pont a hadvezére volt az. Van olyan mázlista. Ám bár szerintem meghalt, csak az csak egy sima izé volt a testtől.
Nem hiszem, hogy akkor a mázlista lett volna, hogy túlélte azt az egészet. Oké. Okay. Amúgy jó, hogy megtámadtak, mert mivel így elintéztünk két sereget. Ja, meghalt a csávó. 16 lovas megmaradt, na mindegy. Ja, ez jó volt. Két seregnek annyi. Ó. Oh. Ó, oh, azt hittem megtámad, de nem. Mondjuk ha lett volna a közelben még egy sereg, akkor biztos. Mondjuk egy valamit megfigyeltem, az AI nem nagyon használja az izét, az erőltetett menetet. ROM 2-ben ugyebár használja, szerintem azért nem használja a Total War Attilában az erőltetett menetet, mert ugyebár itt, hogyha erőltetett menettel csatlakozik be az egyik sereg, ugyebár erősítésként, akkor ki lesznek teljesen fáradva, és hát annak valójában nem sok értelme van. Ugyebár ROM 2-ben, ha erőltetett menettel becsatlakozol erősítésként, akkor a csapataid nem lesznek kifáradva. De Total War Attilában igen, és emiatt az AI nem nagyon használja. Vagyis hát én eddig még nem nagyon láttam volna, hogy erőltetett menettel csatlakozott volna be erősítésként. Ami egy szempontból jó, mert ha ilyesmiket csinálna az AI, akkor azzal úgymond, hogy mondjam, olyan könnyű lenne legyőzni az AI-t, mert például Total War Warhammer játékban simán megcsinálja azt az AI, hogy megáll a sereged mellett erőltetett menettel, és hát akkor, hogyha megtámadod, kétszer olyan könnyű lesz legyőzni őket. Szóval sokszor láttam olyat, hogy az AI rendesen ugyebár erőltetett menettel át meg a seregem mellett, emlékszem például, amikor játszottam a High Elfekkel, nagyon sokszor megtörtént az, hogy egyszerűen jött, és az AI megállt a seregem mellett erőltetett menettel, és akkor csak kérdeztem, hogy ez most komoly? Hát, mert hát ugye bárki erőltetett menettel megáll a seregem mellett, akkor ha én a kör végén, vagyis amikor az én köröm van, megtámadom, akkor valójában az ő serege teljesen ki lesz fáradva, és egyszerűen semmi esélyük nem lesz. Mármint nekem kétszer olyan könnyű dolgom lesz, mint hogyha nem erőltetett menetben lettek volna a csapatai. Szóval ja, van ilyen furcsa dolog. Például Warhammerben. Vagyis akkor mondom, inkább Warhammer 2. Warhammer 1-el nem is játszom. Warhammer 2-vel néha. De Warhammer 1-el azzal már nem. Ready for action. Mondjuk szerintem, mivel már ugyebár a Warhammer 2-ben lehet játszani ugyebár minden néppel, úgymond Mortal Empires. Szerintem már nem is igazán játszik senki a Warhammer 1-en, mert ha belegondolsz, nem sok értelme van, hisz a Warhammer 2 sokkal jobb, ha úgy vesszük. Oké, fel kéne még égetni ezt is, csak az a van egy sereg az áránoknak. Egész jó csapatokat képeztek. Elkezdték képezni ezeket a farítjásokat. Wow! A városőrség fullos! Oké, ez furcsa. Az előbb zúztuk szét őket, az kör végén már fullos lett. Ám bár lehet, hogy lerombolta izét, a főépületet, és azért. Igen, most vagy lerombolta az AI a főépületet, és ugyebár olyankor egyből újra töltődik úgymond a városi őrség, mert olyankor úgymond restartolja az egész városi őrséget a játék. Gods be praised. Ezeket itt úgyse tudják megtámadni, szóval irány előre.
Következő körben be is érek Zafárba. Jó, tudunk elintézni ügynököket? Na jó. Success. I roam as I please. I'm going. For the gods. El kéne intézni ezeket itt. Warriors home. Jó, az semmi komoly. Támadjunk. Van egy csomó tevés. Ugye már a keleti népek azok nagyon nagy, nagyon szeretik a tevéket. Sok tevés egységük van. Na várjunk, meddig lő el ez a nagyon áger? Annyi csík van itt, már se tudom melyik melyiké. Mindegy. Church of Christ. The enemy has reinforcements. Hát az a baj, már ki is jöttek. Ez a lövés. Lőjük inkább a tornyot. Nagyon támadnám le azért a tevéseket közelharcra. Nem nagyon harcolnák lovasíjászokkal a tevések ellen, mert valójában a tevések azok nagyon jók lovasság ellen. Fele, hogy vigyel, el is intézik a zonálgeveseket. Jó, képezhetek másikat. Na ja, hát fene vigyel. Nem is képzek többet nagyon áger, nagy hülyeség az egész. Nem érdemes. Ebben lehet látni, hogy mindig elintézik. Ugyanúgy elintézték, és néha ugyanúgy elintézik a izét is, a kis zonálgereket, szóval olyan... Hát nem is tudom. Jó az, hogyha van nagyon ágered, de valójában most, hogyha elintézik, akkor két körön keresztül izé kell a... várjak, hogy legyen egy másik. Vagy képzek kison ágert, az kész, az hamarabb megvan. Fene, hogy vigyel azt az előcsatározó módot, de hülyék ezek. Menjetek már, amerre kell. Jó lenne, ha már elintéznék ezeket. Wow, hadd azért! No! Oh, ne már! Na, francba! Ne már!
soldiers! Na ez gáz! De ti miért álltatok ott meg? Jó, olyan izék az egységek. Úgy tudtam, hogy miest láttam, hogy megsebezték a tábornoki testőrséget. Ki hal meg szinte először? Még szép, hogy a tábornok. Ez logikus. Na, de mi van, nektek nem működik az előcsatározó mód? Vagy mi a fele? Aktiválva van erre, meg csak álltok ott egy helyben. Oké. Persze, hogy a hadvezérének ugyebár volt 80 testőre, még van 10, még vannak vagy 10-en, és még nem mondta be... oké. Most már igen. Szóval 80-ból ő volt a 9-edik, aki... Mármint a 9-edik volt, és akkor ő meghalt, és az enyém pedig szinte elsőnek. Hát igen, AI. Az AI-nak is vannak ilyen bónuszai, amúgy ROM 2-ben rosszabb, mert ROM 2-ben ott tényleg, hogy a hadvezér általában az AI-nak mindig utoljára hal, meg a játékosnak pedig először. Ugyebár a Nabataya végigjátszásban katasztrófa sokszor, hogy az én hadvezéreim mindig az elsőnek, ők úgymond az elsők, akik meghalnak. Az AI-nak pedig sokszor utoljára hal meg, és hát az elég durva tud lenni. Na de, ez van. Ez a játék már csak ilyen... Néha ugye bár kicsit idegesítő tud lenni, hogy... hadvezéred általában elsőnek hal meg, az AI kezében pedig szinte utoljára. Ami hát eléggé zavaró. Nem, bár a lényeg, hogy győzünk, az kész. Csak annyi számít. Mázni, hogy nem a frakció örökös az, aki meghalt. Az lett volna amúgy nagyon rossz, mert hogyha a frakció örökös meghalt, akkor... Ugyebár a másik kijelöltek volna egy újabb családtagot, ugyebár egy új családtag lett volna a frakció örökös. Csak akkor annak megint kellett volna szerezni egy csomó befolyást. Jó, hadd vezér! Lehet, hogy ő volt. Nem úgy nézett ki, mint egy testőr. Oké. Ám bár győztünk. Jó van. Kár, hogy meghalt a hadvezér, de annyi az egész, ugyebár, hogy családtagunk, az van egy csomó. Szóval van honnan pótolni. És legyen...
Legyen ez. Come, sit, share my fire. For the gods! Na, még egy területtel kevesebb az ellenségnek. Á, nem, nekem nem kell nagyon áger. For the tribe. Okay. Várjunk a... Elvesztettem egy kémet? Nem, csak... Vagyis nem tudok leképezni, csak egyet kiütöttek. Remek. Legyen egy körváltás. We see little profit in further bloodshed. Nope. Amúgy nem tudom, hogy csinálja az AI azt, hogy... Ugyebár a himjárok még annó kértek 10.000 dénárt, hogy becsatlakozzanak a pártusok elleni harcba, annak ellenére, hogy én nem ismertem őket, de ők ismertek úgymond engem. Ami elég furcsa. Nem tudom, hogy csinálja az AI amúgy, hogy tud ajánlatot tenni nekem, annak ellenére, hogy hogy nem ismer. Goa be praised. How can I help? If I put this here, didn't go well. What do you want? Sabotage. Good. It is done. Okay, az jó volt, critical success. Ready for battle. Move out. We need good fighters. Fight with us. Guard be praised. How can I help? Gods be praised. Excitement. Come, fight with us. Yes. How can I help? They dare to block me. How can I help? I will see to it. Ah, why then? Blood then. For the gods. Sword of my people. Milyen van a himjároknak? Á, némi lovas, páncélozott teve. Á, semmi komoly. Jaj. Zafárnak van egy jó nagy védősserege. Na jó, semmi értelme nincs megtámadni ezért a várost egyedül. Szóval letelepedünk valahol itt. Hambar. Thirsty for battle. Inkább maradjunk így a két sereg egymáshoz közel. We need good fights. Okay. Így sokkal jobb lesz. How can I help? Gods be praised. Excitement. I hunger for blood and glory.
Oké. Körváltás. Nem lehet elfogadni. Ah, nincs élelmük. Oh, mi meglepő. Mi meglepő, hogy ezeknek a népeknek itt nincs élelmük. Ez nem meg... vagyis hát ez számomra nem meglepő. Nem tud meglepő lenni. Pont, hogy nem tudok letelepedni. Na, mindegy. Oh. Kicsit közelebb. Menj már arrébb. Nem jó. Na, mindegy, hadd éhezzenek. Nekem aztán 8. Zafar. Oh. Itt sincs már izé, vagyis nincs élelem a... Szaszanidáknak. For the tribe. Irány... Tyrros, csak ezt itt ki kéne ütni. Oké. What do you wish of me? Ready for battle. Besieging settlement. Laying siege to their hovels. Ah, mindenhol ilyen nagy városőrség van. Ah. On our way. Ready for more orders. Are you ready to do your duty? Laying siege to their hovels. For the tribe. For the gods. Hát igen. How can I help? I am the knife in the dark. Mi van erre? Oké, okay, ott egy sereg. Ready for battle. Az úgy még belefér. For the gods. What do you want? The gods require blood. Gods be praised. Excitement. Traveling silently. Lehet, hogy ezek itt megtámadnak. Ready for action. Bár nem hinném. Gods be praised. Excitement. Fight! Make your ancestors proud! Na jó, legyen egy körváltás. Hány körig bírják élelemmel? 6. Oké. Okay. Amúgy... Ja, oké, okay, tengerre száll. Támadás lesz. Hát igen, gondoltam.
Jézusom, mennyi lovas. Jó van. Rengeteg sok lovasuk van. Jó pár lovas számszeríjász. A katafraktok az nem probléma, a lovas számszeríjász az már igen. Jó, ezek érdekes fák. Az erősítésem pont az ellenség hátába érkezik. Jó van. Additional forces have arrived. Okay, támadjuk is őket egyből hátba. Jó lenne elintézni a hadvezérét. Nem is tudom. Elit sávránok. Kicsit oh fuck! Menekülj, menekülj, menekülj! They are trying to take out our general. Defend him! Őket, vagyis a hadvezérét. With the enemy are ambushing us. Oh fuck. Ez nem jó így. De utálom a korlátozott kamerát, de jó ég. Thank you.
lenne amúgy nyerni, mert hát nem lenne jó elveszíteni hordákat. Oké, enemy general dead. Bár valójában csak a másodlagos hadvezér. Félek, hogy megtámad a másik nép is, ugyebár az Aránok népe, az is nagyon közel van. És van egy olyan érzésem, hogy ők is támadni fognak. Kéne menni a fő hadvezérére. Csak az a vejfolytában védik, úgymond. Nagyon közel van az egységekhez. Nagyjából kifogyott. Azok az örmény paritjások egész kitartóan harcolnak. Nagyon kitartóak azok az örmény paritjások. Bár a hadvezérének szerintem lassan vége. Ő az amúgy. Ó, meghalt!
kidőlt. Na most már csak az a kérdés, hogy majd megtámadnak izék is. Mi az már? Az aránok? Mert ugyebár ők is ilyen elég közel vannak. Ezeket kéne még elintézni. Oké. Nem lett valami nagy veszteség. Ám bár a Chavrán lovasság az kemény. Azok az elit számszeríjász lovasok azok jók. Nem okoznak ugyebár nagyon nagy veszteséget, de valójában elég jó esélyük van a lovas íjászok ellen. Csak azt hiszem nem lőnek olyan messze és nem lőnek olyan gyorsan. És nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy nem is tudnak lőni úgymond hátrafele. Csak akkor tudnak lőni, hogyha előre néznek, és akkor ott előttük van az ellenség. Ám bár ebben nem vagyok biztos. Nem igazán láttam őket úgymond nyilazni hátrafele. Annyi az egész. Ja, jönnek. Francba. Oké. Hát igen. Jaj. Oké. Harcra fel. Hát igen, megint egy csomó teve. Csomó tevéjük van. A reinforcements enter the fray. Úgy rohadt nagy mázlista volt, amikor nem veszítettem el a hadvezéreket. Mikor ugye már az előző csatában itt elkapták őket. Mázlő, hogy közel voltak a... Mázlő, hogy közel voltak a vörös vonalhoz, aztán nem tudták elkapni őket. Lesznek a speciális egység, betörünk ide, és nyilazzuk a hadvezérét. A többiek el lesznek. Ah, fuck. Ah, nekik is van Rapid Advance képességük. Ah, nem jó, vissza. Ah, teljesen bukta az egész.
azok ránk lőttek. Ez nagyon izé lesz, nagyon szoros csata lesz. Ott a... oh. Azt hittem, hogy az E6 vezérem van ott. Ezek mi a francnak nem menekülnek el? Hülyék? Vagy mi van? De hiába mondom nekik, hogy vonuljanak vissza, csak ott állnak egyfolytában, és nem vonulnak vissza. Menjetek már onnan. Á, most az előcsatározó mód nem olyan jó. Oké, azt hiszem el tudtak menekülni. Amennyiből lehet, azért a parittyásokat közelharcban kéne elintézni. Hogy megtörni őket, már az is jó. Valójában itt most nem az a lényeg, hogy elintézem az ellenséges sereget teljesen, csak legyen egy győzelem. Vissza. Kör végén úgyis úgymond kicsit menekülőre fogom, aztán elmegyünk egy kicsit távolabb az ellenségtől, és azért... és... képzek néhány egységet. Ez most inkább az izéről szól, úgymond a túlélésről. Bár szerintem meg lesz a győzelem. Ha a lovasságot elintézem, a gyalogság utána kész. Azoknak végül. Oké, hogy elnézem a Shogidán a tevéknek annyi. Ezeket a lovasi gyászokat kéne elkapni. Azt nézem, hogy tudnak lőni hátrafele, de úgy nézem, hogy nem. Szerintem csak előre tudnak lőni. Szóval, hogyha az ellenség kergeti őket, akkor nem még tudnak lőni. Ami valójában jó. Mert így valójában csak akkor jók, hogyha most gyalogság ellen jók. Lovasság ellen például, vagy lovasíjászok ellen nem jók, hiszen a lovasíjászok vagy a lovasság az üldözi őket, és hogyha nem tudnak lőni, akkor egy idő után is úgy is elkapják őket. Valójában ezek a Chavran lovas számszerű jászok gyalogság ellen jók ezek szerint csak. Mert ugyebár a gyalogság az olyan, hogy kergeti őket, de úgyse tudja elkapni. Ja, irány a hadvezére. Azt kell elintézni, és akkor már meg is lesz a győzelem. Oké, okay, azoknak végük. Itt a másik csapat. Van azért még van egy hadvezére, perzsonemes testőrséggel, meg még egy csapat Shogidán csávó. Azokat kéne még ide csalogatni. Kezdek kifogyni a lőszerből. Vagyis hát a lovasi gyászok.
enemy general dead. Ám bár szerintem a másodlagos hadvezér volt az, aki meghalt. Nem ez. Ja, valójában igen, másodlagos halt azért, mert még csak most halt meg az elsődleges. Oké. Okay. És ugyebár a játék a másodlagos halt azért mondta be. Mert ő halt meg, vagyis előbb. Na jó, el kell intézni ezeket a paritjásokat. Elég, ha csak megtörjük őket. Ha az megvan, utána jöhet a gyalogság. Mert ugyebár minél többen törnek meg, annál jobban leesik úgymond a többi csapatnak a morálja. És valójában az a lényeg. Meg kell törni ezeket a gyengébb egységeket, és akkor utána már jobban megtörnek. Vagy ugyebár ilyen kisebb csapatokat elintézni. Remélem amúgy nem még támadnak meg, mert már nem hiszem, hogy még egy támadást kibírnánk. Szerintem nem nagyon menne. Valójában az ellenség nem okoz olyan nagy veszteséget. Sokszor ugyebár az van, hogy a saját lovasi jászai lövik le egymást. Ott van egy egység. Oké, szerintem ennyi volt, fel fogják adni. Ja. God speak good. We are moments away from victory. Oké, jónak jó volt. Ám bár azt hiszem, hogy a kör végén zárom a videót, mivel már meghaladtam az egy órát, plusz amúgy is, hát egész sokra haladtam úgymond ebben a részben. Sikerült néhány területet felégetni, és jó pár sereget legyőzni, ami szintén egész jó. Ó, ennek a seregnek teljesen annyi, itt megmaradt 40-es Shogidán harcos. És 12%-ot visszakapok, ami szintén egész jó. És ott egy másik sereg. Jó van. Ha minden igaz, akkor még egy népet nem fedeztem fel, a kartlikat. És annyi. Hmm.
Elég nagy hülyeséget csinálok amúgy, hiszen megtehetném azt, és logikus lépés lenne, ugyebár, hogy egy sereggel vagyok csak itt, és akkor kitámadnak, és lehúzzuk őket, az kész. Sokkal jobb lenne. Plusz az a legjobb, hogy kör végén ugyebár még lett izé is. Újra töltődésem. Na jó, menjünk egész, amit téged még el kéne intézni. Jó van. Kicsit messzébb kéne menni, mert az örmények elkapnak. Várjunk, valahol még itt is voltak csapatok, nem? Van egy szaszonida. Ő irány egész ide. Egybe kell rakni az egységeket. És képzünk néhányat. Remek ügynököket. Hú, itt rengeteg van. Oké, critical failure. Lett egy success. Még egy critical failure. For the gods. The gods require blood. Még egy. Hát az úgy szar ügy. Jó, mindegy. Ti? Valójában idehoztam egy csomó ügynököt, de itt nem igazán van mi ellen ügynökösködni. Ja, inkább hagytam volna őket itt. Na most már mindegy. Na jó, kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!